Ez itt a Vinyl Detektív Galactic Jacksonnal, a Primate.hu videós rovata. Fanatikus lemezgyűjtőknek és mindenki másnak. Kezdünk! Galactic Jackson vagyok, ez itt a Vinyl Detektív, a Primate.hu csapatával ellátogatunk hazai lelkes lemezgyűjtőkhöz, akiket megkérünk, hogy mutassanak be kollekciójukból 5 szuper lemezt. Mielőtt bárhova ellátogatnánk, szeretnék én bemutatni 5 lemezt a gyűjteményemből. Bevallom, 5 lemez borzalmas nehéz összeválogatni, de ha 125-öt kéne, az is borzalmasan nehéz lenne, mert mindegyik közel áll hozzám, mindegyiket szeretem, mindegyiknél van, amiért megvettem, és mindegyikhez van majdnem egy történet. Én most 5-öt akkor bemutatok ezek közül. A műsor nem rólam fog szólni, hanem igazából a zenékről és a lemezekről, és akikhez ellátogatunk. Az első lemez, amit fel szeretnék tenni, vagy mutatni nektek, Gnome Good Morning, szám címe, 1973-as kislemez, hát ritkaság számba mehet. Nagyon szeretem ezt a zenét, annyi történet fűz hozzá, hogy sok évvel ezelőtt volt egy Tündérszigetnek nevezett buli a Dunán, ahol csak hajóval lehetett kimenni. Nagyon szép helyen volt, és ott reggel 6-kor kezdtem játszani, és ezzel a zenével indítottam a bulit. Hát, nagyon szeretem, nagyon egyszerű a szövege, good morning, könnyen megtanulható, és telefonébresztőnek is teljesen használható. Kis lemez, Major 7. Ennek a lemeznek az a érdekessége, hogy Italo Disco. Én nagyon szeretem az Italo Discot, nagyon szeretem azokat a zenéket, amire mosolyogva lehet táncolni. Be kell valami, az Italo Disco borzalmas sok rossz van, és nagyon sok jó. Azért választottam őt, mert talán annyira nem ismert, talán egyszer egy mixbe beraktam, buliba még nem játszottam, és nem akartam ismertebb zenéket, mert azt tök felesleges. És ezért szeretném őt bemutatni, nagyon-nagyon szeretem, és egy Münchenben élő barátomnak a segítségével szereztem meg ezt a lemezt. Hallgassátok, szeretettel! Many birds have been spoken, all useless into the sky. Következő lemez, amit szeretnék bemutatni nektek, teljesen más stílus, Blacknek. Hát igazából egy techno, egy viccesebb, vagyis egy mosolygósabb technozene. Nagyon techno lemezeim nincsenek, ami van, az csak azért vettem meg, mert nagyon közel áll a szívemhez. Ez is egy olyan, meg is tartottam magamnak, nem adom el sohasem.
És a LAN-ben játszottam egy pár éve, többször is, de hogy végre egy olyan bulin, ahol nem diszkó zenét kellett játszanom. Ez volt a nyitó zeném. Tök jó. Sok szeretettel. A negyedik lemez, amit kiválasztottam, ez is nehéz volt, ez a Dance Record, vagy a Dance Opera Records, egy német kiadó, főleg 90-es évek, hát ki lép, és azért választottam ki, mert az a szám címe Hungarian Wave, tehát hogy valami magyar kötődés lehet, de igazából utána jártam, semmi nincsen, csak ez lett a címe. Hát 90-es évek, mindenki döntse el, techno, hard trance. Én nagyon szeretem, már nagyon várom, hogy buliba játszhassam. Lassan építkezik a zene, úgyhogy nem pont az elejétől rakom fel. Mert a 90-es évek legközelebb áll a szívemhez. Imádom azt a hangulatot, amikor mindig folyamatosan, ez igazából mosolyogva lehet táncolni. Amikor Italo Discóba is azt szerettem legjobban, de ott ugye azért lassabb a tempo. Na mindegy, itt áthelyezem egy fontosabb részre, mert ezért a zene folyamatosan építkezik, sok időnk nincs rá. Ötödik lemeznek egy szívemhez nagyon közel álló lemezt választottam ki. Magyar, ők a Message, a szám címe Póka falon. 90-es évek abszolút a boldogság időszaka, talán mondható révnek, hard trance-nek, ki hogyan szeretné. Nagyon örülök, hogy megvan ez a lemez. Talán párszor már bulikba lejátszottam, aki esetleg ott volt, az hallhatta. Ez a zene vagy nagyon szereted, vagy nem, de magyar és ez egy történelmi pont, hogy ilyen is született.
Alszik az évi, s alszik az évben az alkotadat. Alszik a pókháló közelében a pókafalon. Csend van, a csendet a lép. Tudom, hogy fura az eleje, de tök jó. Csak a lelkem nem nyugszik aludni, úgyse hagyom. A magyar hardcore vibes. Ez lett volna az öt lemez, amit hirtelen kiválasztottam. Valószínűleg, hogyha ezt holnap vennénk fel, vagy hogyha holnap lenne válogatás, holnap kéne öt zenét mutatnom, teljesen mások lennének, nagyon nehéz feladat. Köszönöm, hogy megnéztétek, vagy remélem találtatok olyan zenét, ami tetszik. Következő alkalommal Carloshoz látogatunk el, bízom benne, hogy nagyon sok érdekességet tud nekünk mutatni, és ez ötöt. Köszönöm a figyelmet, és találkozunk sokan.